Dühös. Falhoz vágna valamit. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával, Grózitával. Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Palaver, én Krózita vagyok. Úgy hangzik a nap kérdése, megtévesztette az OTP-t Karácsony Gergely mozgalma az adományok eredetével kapcsolatban? Lehet az adás végéig szavazni a 0630-3444-690-es telefonszámon. A hívásokat pedig várom a 061-799-2999-es számon, hogyha szeretnének hozzá szólni az adásunkhoz, az SMS-eket pedig a 0670-70-00-953-as telefonszámra küldhetik, és én itt nagy izgalommal várom is őket. Egyébként úgy van most a szavazás, 97% szerint igen, tehát megtévesztette ő Karácsony Gergely az OTP-t, 3% szerint pedig nem. Na és akkor nézzük a témáinkat, ugye kihelyezett frakcióülést tartottak Esztergomban, ahol Orbán Viktor többek között azt mondta, hogy Brüsszel ebben az évben megpróbál minket megtörni. Szerinte ugyanis Brüsszelnek az a baja, hogy mi vagyunk a legszabadabb ország Európában, ezért olyan döntéseket hoznak, ami elveszi tőlünk a saját országunkat. Ezen kívül egyébként azt is mondta, hogy a háború okozta válságot akarják felhasználni arra, hogy visszalökjék Magyarországot a Gyurcsány korszakba, amikor a magyarok sorsáról külföldön döntenek, és még sok minden másról is volt szó, tehát tulajdonképpen a lényege az, hogy egy nagy csatában vagyunk, és hát nyilván rajtunk múlik, hogy ezt megnyerjük-e vagy sem. Aztán megyünk tovább egy kis külpolitikával, ugyanis Lengyelország leállítja a fegyverszállítást Ukrajnában a gabona import körüli vita miatt. Azért is érdekes ez a történet, mert ugye a lengyelekkel még nekünk is volt egy kis nézeteltérésünk a fegyverszállítások miatt, ugyanis a magyar kormány abszolút a béke oldalánál nem szerette volna, hogy eszkalálódjon ez a háború. Lengyelországnak viszont a történelméből nyilván van egy nagyon rossz beidegződése az oroszokkal kapcsolatban, ami egyébként nekünk is van, és ők ezen nem tudtak uralkodni, hogy úgy mondjam, és a fegyverszállítások mellett döntöttek. Most viszont itt van az ukrán gabona körüli vita, ugye nagyon olcsó az ukrán gabona, és ezért a felfüggesztést nem hosszabbította meg az Európai Unió, ugye itt nemzeti hatáskörben Magyarország azt mondta, hogy na hozzánk nem, tehát hogy mi nálunk továbbra is tilalom van, és hát most a lengyelek is ezt szeretnék, és a szlovákok is ezt szeretnék, és most azt mondta a lengyel miniszterelnök Mateusz Morawiecki, hogy már nem szállítunk fegyvereket Ukrajnának, mert most Lengyelországot fegyverezzük. Hát most lehet, hogy ez egy ilyen bosszú, hogy hát, hogyha ti sem, akkor mi sem engedünk, tehát ugye jót tett helyébe, jót várj, és hát most ez minden csak nem jót tett. Hát egy érdekes helyzet alakul ki, én kíváncsi vagyok, hogy el fog esetleg más ország is fordulni Ukrajnától, akik egyébként eddig támogatták teljes vászélességgel, és megjön-e majd az, ami nálunk már régóta itt van, hogy tényleg a nemzetek a saját érdekeiket kezdik el nézni, és hát jó buli volt eddig benne lenni ebbe a közös harcban nyugattal Oroszország ellen, de amikor már tényleg nekünk nemzetállamoknak rossz egy másik ország miatt, akkor már lehet, hogy elgondolkodtató ez, hogy mennyire éri meg, és hát a vége az még hol van. Végezetül pedig hatalmas adósságai voltak az esztergomi robbantónak. Ugye szerda este egy férfi, akinek korábban már elkobozták az autóját, most kapott egy levelet arról, hogy az áramszolgáltató hamarosan ki fogja kapcsolni az áramot is. Hát úgy döntött, hogy talán így végső elkeseredésében, vagy a rendőrségre és az ügyészségre haragudva, hogy hagyták például ezt az autó elkobzást, hogy ő itt felrobbantja a házát, ugye kivonult a tech, volt egy 4 órás túsztárgyalás a férfival, de hát egy idő után nyilván be kell lépni a területre, ez meg is történt, csak addigra ez a férfi már fellocsolta benzinnel a házát, és a gázcsapokat is megnyitotta, és amikor a tech belépett, akkor felrobbantotta tulajdonképpen itt a házat. Na most ő nyilván meghalt, de a tech-nek az egyik munkatársa is meghalt, és többen megsérültek. A szomszédok egyébként agresszív őrültnek gondolták ezt a férfit, és hát mindenféleképpen eléggé szomorú, hogy már megint
egy olyan áldozata van ennek az ügynek, itt a tech munkatársára gondolok, aki tulajdonképpen a munkáját végezte. Nyilván ez a kockázatnak ilyenkor benne van, hogy történik esetleg ilyen, de ugye a rendőröknél is már tapasztaltuk ezt, például amikor szíven szúrták az újbudai rendőrt, szóval, hogy ez egy nagyon kockázatos munka, de mi visz rá valakit arra, hogy ilyet tegyen és másba is kárt tegyen, milyen elmeállapot kell ehhez. Úgyhogy fogunk majd egy kicsit erről is majd beszélgetni, és viszont nem szaporítanám tovább a szót, mert nem én vagyok itt a lényeg, hanem például Miklós bácsi, aki már itt van a vonalban. Üdvözlöm, Miklós bácsi! Kedvít csókolom, kedvezik a... Örülök, hogy megtetszett jönni, ha egy hete hiányoltuk. Én is hiányoltam önöket. Volt egy kis covidos problémám, de túl vagyunk rajta, úgyhogy újra itt vagyok. Ja, nem látszik még, hál' jó Istennek, de hát mondják is, hogy nem olyan vészes az a kis covid, úgyhogy ezen is túl van, legközelebb már nem fog beleesni. Igen. Hogy így szokták mondani, aki influenzát átesik, egy influenzán annak szervezete ellenállóbb lesz. No, kezdjük ugye az elejével. Ugye a miniszterelnök úr már többször elmondta a évértékelőben, meg négy más, hogy nem fogunk tömbösülni, és ez azt jelenti, hogy az Európai Unió meg mindenhol, ugye mindenhol egyesült Európai Uniót akar. Tehát ezt kifejezéssel juttatta, hogy ebben nem fogunk belemenni. Tehát akkor mi ebből a következtetés? Hát előbb-utóbb akkor szakítás lesz. És ugye elkövetnek mindent, mert nagyon szeretnének beterelni. Nagyon érdekes hírek vannak, itt egy amerikai bácsika mondta, hogy hát Soros mindent elkövet, hogy Európát tönkre tegye. Tehát ebben a Egyesült Európai Unióval is kapcsolatban is ugye azért akarják, hogy ezt majd először lesz egy brüsszeli vezetőség, mint most, de akkor ugye teljes egészében megszűnnek a tagállamoknak a jogkörei. Tehát akkor elfelejtenénk azt a szót rögtön, hogy Magyarország, mert megszűnne meg Lengyelország, csak legfeljebb magyar lakta, meg ilyen-olyan, és akkor utána ezt az egészet ugye Amerikából irányítanák. Tehát erre tesznek még minden pénzt, erre nyomják a migrációt is, ugye azt is halljuk, hogy egyre jobban jönnek. És neki én bennem felmetődött, nem csak most régen, meg már rákérdeztek, hogy van ezeknek, ugye egy országban se, ahol jönnek, nincs euró. Tehát mindegyiknek van saját pénze, és ezek a migránsok ma is mondja, hogy 3000 eurót fizetett el, a másik 5000 eurót. Honnét van nekik ez az irgalmatlan sok eurójuk? Hol nyomják ezt a sok eurót? Az Unióba, Brüsszelbe nyomják, vagy esetleg Amerikába, és onnan adják nekik, mert ennyi euró, hát ezek annyi eurót kifizetnek, hogy én 10 év alatt nem kapok annyi nyugdíjat ezen az egy úton. Tehát itt annyira sántít, tehát ezzel is, hogy Európát elárasszák, ugye most a német belügyminiszter szavazati jogot akar nekik adni, és utána majd kapnak állampolgárságot, és akkor, ha megkapják az állampolgárságot, akkor Európába szabadon mehetnek. Tehetnek Magyarországon, nem tudjuk meggátolni, és akkor veszik itt a házat, mert arra is kapnak pénzt. Tehát itt biztos, hogy ennek a milliómosnak igaza volt az amerikainak, hogy teljesen Sorosék úgy döntöttek, hogy Európát úgymond eltörülik a földfelszínről, mint a fehér ember. Tehát népesség cserével szépen megoldják a dolgot. Csak arra nem gondolnak, akik hozzájárulnak Európába, hogy ők is áldozatú fognak esni, mert a migránsokat, ha többen lesznek, nem kérdezik meg, nem mondhatja, hogy te öreg, hát én hívtalak be, hanem már szúrják azt is nyakon. Tehát ez egy szörnyű híreket hallani, szörnyű, ami itt lesz. Tehát nagyon nagy a baj. Igen, de nekem például az egyik kollégám azt mondta éppen az imént, hogy például von der Leyen valószínűleg nem fog találkozni ezekkel az emberekkel, hiszen ő azért nem az átlag emberhez tartozik, nem valószínű, hogy jár a tömegközlekedési eszközökön, szabadon sétálgat az utcán, tehát igazából ugye ez azt fogja zavarni, és az lesz veszélyben az átlag embert. Van egy olyan szint, ahol már lehet, hogy nem érik el őket, illetve ki tudja, hogy egyáltalán itt maradnak-e Európában. Megtették, amit meg kell, és lehet, hogy el is mennek innen, nekünk meg itt hagyják őket. Hát ez is benne van a pakliba, de én nem hiszem, hogy itt például Gyurcsán majd ugye ott körül zárja magát, esetleg úgy, mint Soros, hogy hatalmas kerítéssel zárja magát körül, tehát az se élet, meg egyebek, tehát
nem tudni a végét. Szóval ez egyszerűen szörnyű, és ezeket a migránsokat már kedvezíten nem lehet megállítani. Most már jönnek 30-40-en, 50-en, és ugye már lángvágót, meg nem tudom miket használnak a kerítés, ezeknek egy évben belül csak egy pókháló lesz. Vagy felrobbantják, vagy valami, tehát ezek nem fognak megállni, és ez kevés, hogy itten a jogállam, meg hogy emberi jogok, meg minden, ezzel a dumával, ez jó, úgy, mint 56-ból szépen ballaktak kifelé, vagy egy évben egy 5-20-30 ember, de most már jönnek százával, mi van, ha neki rontanak ott a kerítésnek, vagy 5-6 ezeren? Azokat nem lehet visszafogni. De annyit már még le se lehet lőni. Akkor mi van? Tehát akkor most hiába költöttük rájuk a sok pénzt, előbb-utóbb úgy is betörnek ide. És akkor ott már nincs irgalom, mert azok lőnek, fegyverük van, meg mindenük van. Tehát ebbe belegondolni is szörnyű. Én nagyon féve, nem magamot féltem, én már 80 éves vagyok, de mi lesznek önökkel, meg a fiatalabbak, meg minden. Itt semmi kilátás nincs, de nem csak itt egész Európában, meg Amerikában, mindenhol baj van. Itt több millió ember útra készen van. És azok jönnek, mert ez üzlet, biztatják őket, csak mondom azt, hogy hogy nyomják azt a sok pénzt, meg minden. Hogy ennyi embert lehet pénzelni. Most az a pénz visszajut oda, ahol adják, tehát ez is egy borzasztó, bonyolult dolog. Lengyelek, hát megjött el józan eszük, úgy látszik, pár volt azt a sok fegyvert küldeni, mert ez is egy fölösleges, mert ez a háború, ami Ukrajnában van, ez egy, úgy mondják, hogy hogy is mondják, hadijáték folyik ottan Ukrajnában. Ez olyan szépen ki van tervelve, lőnek innen, lőnek onnan, az ukrajnai nép ott pusztult szépen, mert azt nyugat se szereti őket, tudjuk, hogy milyenek, mi volt a második ukrán hadsereg. Szépen kinyírják őket, és akkor a földjük már jó meg van szerezve, amint jön a génmódosított cuccok, akkor nyalják ott a fenekit, hogy szép szóval mondjam, Amerikába, meg mindenhol. Tehát szóval az is egy szörnyű, ami erről indul. Hát nem lehet tudni, hogy itt tényleg mire készül ez a világ. Teljesen el akarják pusztítani, mert ugye nagyon sok embernek az az igazság, Oroszországban is a piros gombon van a keze, hogy bármikor nem kell csak kétfél vodkát megígyen a szvéletlenül tévedésből rossz információt kap és megnyomja a gombot. Már műhold is azt is jelzi, ha a siló kinyílik. Abban a pillanatban a másik oldalon is nyomják meg a gombot. Bár azt is hallani itt a bogárék, ugye mondják, hogy nem cél, nem kell attól félni, hogy kirobban a második világ, vagy a harmadik világháború, mert ettől mindenki fél az ég adta a világon. Hát de valaki meg azt mondja, hogy van egyébként háború, csak most nem úgy vívjuk, mint annak idején. Ja, hát igen, rengeteg háború van, csak ugye ma is, ahogy volt a Boros Bogár beszéd, én ki szoktam szűrni a sorok között, szokták mondani, olvasnak én a beszéd között is, hogy az a helyzet van például most Németországban, mint 25-30, tehát Hitler előtt volt. Akkor is ugye első világháború rosszul jöttek ki, nagyon rosszul ment nekik, most ugyanúgy, hogy kegyetlenül nyomják lefelé őket, mert a külügyminiszter is azt mondta, hogy nem érdekli a választópolgár, mit mond. Tehát ha nagyon nyomják le a németeket, és csak úgy négy szem közt mondom, mi van, ha jön egy olyan ember, mint aki Hitler volt. Mert az a német nép el van keseredve, nekem is vannak ismerőseim, mondják, hazajárnak a családjai, ezek azok, hogy óriási baj van, és nagyon nyomja már a német nép. Most, ha olyan kerül hatalomra, aki majd mutogat, mint Gyurcsán, meg Hitler, felrázza a német népet, borzasztó fejlettek technikailag, az autógyárakot átállítják rögtön tankra, meg mi egymás. Tehát itt félő, hogy a harmadik világháborút ők robbantják ki, nem az oroszok, meg az ukránok. Mert nem nyugodtak bele, hogy kétszer veszítettek. Erről is van már úgy sok szó, csak nem olyan nyíltan mondják, hanem úgy elrejtik a szavak között, hogy jobb lesz vigyázni a németekkel, mert ezek megszokták az elmúlt 70 évben a nagyon jó létet, és most nagyon-nagyon le vannak nyomva, mennek a migránsok, egyebek most ha választójogot kapnak, meg utána állampolgárságot, akkor németek is nem tudom, mit csinál, hova mennek, nem tudnak azok is mit csinálni. Jönnek ide hozzánk, mint amit eleve is már megkezdtek. De ha már itt is begyönnek meg, hát nem lesz hova menekülni. Én sose gondoltam, hogy ha baj lesz, akkor nem nyugatra menekülünk, hanem keletre. Eszünk Oroszországba. Igen.
nem lehet tudni. Jó, én átadom a szót, most már sokat beszéltem. Jó. Meg is kíváncsi vagyok a véleményére, hogy mit mondanak ezzel kapcsolatban. Rendben, köszönöm, hogy itt volt. Viszont hálásra. Viszont már csak egy percünk van, úgyhogy ezt egy kis SMS olvasással fogom most tölteni. Sajnos az adósság csapdába bárki bekerülhet, de nem az a megoldás, hogy másokat is tönkretesz, írja ezt Éva, ugye a harmadik témánkra az esztergomi robbantással. Van, aki azt írja, hogy én is úgy látom a jövőt, mint idézőjelesen az öreg, a Miklós bácsira gondol, itt szerintem a kedves hallgató. Aztán, kedves Zita, brüsszelieknek még mindig nem jutott el az agyukig, hogy bármit csinálnak itt, az emberek jól döntenek, 4 évente is kifejezik, hogy nem kérnek a baloldalból. Igaz, kétlem, hogy van agyuk. Végre a lengyelek is felébredtek, rájöttek, hogy ez a ripacs, milyen macsok egy senki. Remélem mások is követik, és akkor vége lesz ennek az őrült háborúnak. Sajnálom a rendőrt, akit ez a gyilkos megölt, nyugodjon békében, amit a gyilkosnak nem kívánok. Milyen emberek vannak, hát megáll az ember esze, üdv Zsuzsa. Aztán Brüsszel T úton jár, igazságtalan, korrupt, gusztustalan elvekben, a jó szándékú magyar úgy sem megy bele, sajnos ők nem Európát képviselik, hanem ellenünk tesznek, lásd, migráció, LMBTQ, stb. És innen fogjuk folytatni, úgyhogy tartsanak velem a szünet után is. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palávert. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palávert. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Grózitával. És ahogy ígértem, már itt is vagyunk, folytatódik a palaver, én Krózita vagyok. A nap kérdése úgy szól, megtévesztette az OTP-t Karácsony Gergely mozgalma az adományok eredetével kapcsolatban? Várom a szavazatokat az adás végéig a 06-30-34-44-690-es telefonszámra. Nem változott az arány, 97% szerint igen, tehát megtévesztette, 3% szerint pedig nem. Aki szeretne hozzászólni a műsorhoz, ők hívják a 061-799-2999-es telefonszámot, akik pedig inkább írásban fejtenék ki véleményüket. Várom az SMS-eket a 0670-700-953-as telefonszámra. A témáinkat pedig a most csatlakozóknak újra elmondanám. Brüsszel ebben az évben megpróbál minket megtörni, ezt mondta Orbán Viktor többek között az esztergomi kihelyezett frakcióülésen. Azt mondta, hogy Brüsszelnek az a baja, hogy mi vagyunk a legszabadabb ország Európában, ezért olyan döntéseket hoznak, ami elveszi tőlünk a saját országunkat. És egy nagyon érdekes gondolatot fogalmazott meg még a miniszterelnök. Azt is mondta, hogy az idei évnek hatalmas tétje van, ugyanis a Soros Birodalom megerősítve a kormányzó amerikai demokratákkal Góliátként indít támadást az európai országok többségében a jobboldali média és sokszor pénz nélkül politizáló lelkes nemzeti pártok ellen. Úgyhogy hát úgy tűnik, hogy van egy ilyen Brüsszel ellenes retorika tulajdonképpen, de hát ez már elég régóta itt van, és hát egyre többször derül ki, hogy ez a félelmünk valós, és tényleg itt a nemzetállamoknak az eltörlése a cél, és hát úgy tűnik, hogy Soros György ebben masszívan részt vesz, és nagyon sok támogatót talál Brüsszelben is, nem véletlenül jár oda, és volt is már ott, és egyeztetett velük, úgyhogy valóban nagy a tét. Nyilván közelednek az európai parlamenti választások is, az önkormányzati választások is, mind a kettő nagy felelősség, hogy kit fogunk majd kiküldeni, illetve az itteni helyhatóságokat kik fogják vezetni. Na, aztán megyünk egy kicsit külföldre. Lengyelország leállítja a fegyverszállítást Ukrajnában a gabona import körüli vita miatt. Azt mondta Mateusz Morawiecki, a lengyel miniszterelnök, hogy már nem szállítunk fegyvereket Ukrajnának, mert most Lengyelországot fegyverezzük. Ez azért is érdekes, mert még nekünk is volt egy kis nézeteltérésünk a lengyelekkel, mert ők küldték a fegyvereket már a háború kezdetétől fogva, mi pedig nem. Most ez nyilván magában rejti azt, hogy esetleg itt eszkalálódhat ez a dolog, és hát nyilván így soha nem lesz vége, vagy hát nagyon elhúzódik, úgyhogy volt emiatt egy nézeteltérés, de hát úgy tűnik, hogy most már ők is belátják, hogy ez így nem nincs rendben, hogy ők támogatják Ukrajnát, de úgymond nem kérhetnek
semmit. Elárasztják ugye az ukrán gabonával Lengyelországot, ami meg az ottani termelőket, ahogyan nálunk is, tönkre teheti. Ugye nálunk is nemzeti hatáskörben ezt most meggátolták, a lengyelek, a szlovákok is nemet mondanak erre, és hát nyilván ez az ukrán félnek nem tetszik. Tehát most mondhatnám, hogy is ez kit érdekel, de kíváncsi vagyok, hogy önök ezt hogy látják. És hát a harmadik hírünk ugye az egy elég szomorú és tragikus hír. Hatalmas adósságai voltak az esztergomi robbantónak. Ugye először elkobozták az autóját, emiatt a rendőrséget és az ügyészséget hibáztatta, most kapott egy csekket, vagy hát egy figyelmeztetést arról, hogy az áramszolgáltató is meg fogja szüntetni nála az áramot, és hát úgy tűnik, hogy végső kétségbeesésében ő úgy döntött, hogy akkor robbant a saját házát, és felöntötte benzinnel a házat, és kinyitotta a gázcsapokat, és amikor a TEK már 4 órája győzködte, hogy ezt ne tegye meg, hát nyilván egy idő után belépnek, hogy történjen akkor most már valami, és hát sajnos begyújtotta. Úgyhogy hát életveszélyes állapotban van több tekes is, egyikük sajnos életét vesztette, ahogyan a robbantó is. Hát kíváncsi vagyok, önök honnan látják, eddig azt írták az SMS-ezők, hogy hát ez egy gyilkos volt, semmi több. Egyébként a szomszédok is azt mondták, hogy egy agresszív őrültnek gondolják őt, de hát fejtsük meg, hogy ez egy végső elkeseredés, vagy egy erősen mentális beteg lehetett. Gyorsan még néhány SMS, aztán most már tényleg kapcsolom a telefonálókat. Az Unió már lassan csak gondot jelent a kisebb kelet-európai országoknak, így nekünk is. A kormány lassan másból sem áll, mint az ő károkozásukat próbálják csökkenteni. Egyre látványosabban akarnak minket tönkretenni. A karácsonyféle friss bankok is úgy néznek ki, hogy egyenesen az Európai Központi Bankból érkeztek, szóval a mi befizetésünkből finanszírozzák a saját ellenzéküket. Ha jövőre nem lesz választás, innen nagyon gyorsan távozni kell, írja ezt nekünk Erika. Valaki ezt írja, hogy pontosabban Rudi írja azt, hogy Szijjártó Péter a kedvence, szerintem ezzel nincs egyedül. Aztán jó lenne a valamik újságíró kideríteni, hogy kiadott engedélyt az ukrán gabona betárolására, valamint az országon belüli értékesítésre. Hát utóbbira nem tudom, de hát a betárolás ugye egy egyezménynek volt a alappillére, ugye itt kellett volna innen tovább menni Afrikába, aztán nem így történt. Majd témán kívül ma a Magyar Dráma Napja Madás szava jutottak eszembe. Mondhatom, ember küzd és bízva bízzál. Ezen a napon születtem én is, üdv Joli Szegedről, hát Isten éltesse Jolit. Aztán a lengyelek kihasználva a gabona vitát befejezik az ukránok támogatását, hiszen a belpolitikai vitát váltott ki az esztelen orosz ellenség, amit a lengyel vezetés folytat az ukrán háború ellen. Sándor pedig azt írja, hogy szerinte újra fognak majd fegyvert szállítani, de most már tényleg hallgassuk meg Arankát, mert itt van a vonalban. Üdvözlöm, Aranka! Szervusz, Zita, üdvözöllek, és mindenkit. Szervusz. Lehet mondani, amit mondok? Persze, tökéletesen. Hát én az utolsóval kezdeni, nagyon sajnálom a tekkeseket, aki korát vannak is, meg aki meghalt is, és ilyen körüktől eszelejött az embernek, hogy nekem is elúszott a lakásom, még a 2008-ban, hogy csak devizába adták a hiteleket, és szabad felhasználásúak. Mindenki nagyon rosszul ért. Most már például Magyarországot fel kellett volna robbantani, hogyha mindenki így indul ki, mint a férfi. Nem is értem őt, szóval tragédia. És nagyon-nagyon sajnálom. Nagyon sokan voltunk így, és mai napig is, hogy nem tudunk fizetni, hát de más embert nem teszünk tönkre, mert nekünk rossz, szóval. Hát igen, valószínűleg neki volt valami mentális problémája. Hát mondom, a szomszédok is agresszív őrültnek írták le, tehát, hogy egy időzített bomba lehetett. Most megtalált is sajnos egy okot erre, és hát úgy tűnik, hogy meg is tette, hát, amit fenyegetőzött. Igen, én nagyon kezdem belük, mert nagyon tényleg mindenkinek jobbulást kívánok. A másik meg nem is tudom, hogy hol kezdjem, mert olyan hoztunk minden. 2015-ig voltak közések. Évszázadokon át mindenki tudta, hogy Afrika, a harmadik világ, szegénység van, gyarmattartó, és egyszerűen most 70 éve nem volt háború, 70 éve nem volt ilyen népvándorlás. Ez a migráns áradat, ez egyszerűen katasztrófa, ami most van, és ha úgy nézzük, mind a kettőt, az oroszok meg a németek. Tehát, hogy egy-egy, mert hogyha Merkelt nézem, mert kell neki a munkaerő, papírok nélkül, mindenki januárban született.
és meg mentek értük velünk, és még műveltek az osztrákok, hogy nem engedjük át szegényeket. Védjük a határt, kerítést építünk, ellátjuk őket, most az ukránokat is, a bevándorlókat is. Hát mi lesz egész Európával? Tehát nem értem, hogy a Merkelnek a nevét nem ejtjük ki, holott az egész bevándorlás ő indította el. Tehát most ezt ki érti? Hogy most miért nem azt mondjuk, hogy oldják meg a németek. Oldják meg az oroszok, a háborút, oké. Mert a Putyin kezdte, hát akkor nem ők kezdték. Akkor miért nem ők vállalják a felelősséget? Mindenki küldje ne Olaszországba, menjenek Németországba, mert erre ő hívta ide ők. Vagy mindenkit akkor utasítsunk ki, Olaszország meg ne adjon vissza semmit, és béke van. És ő legalább megállapodást akar. Tehát nem úgy, a Putyin tárgyalna a békéről, az Ursula, se a Zelenszky, se erős tárgyal. Védjük Európát, befogadjuk az ukránokat, kiszúrnak a lengyelekkel, ők se kapnak pénzt, se a COVID-béket, se az ellátásért, se a kerítés építését, és semmit nem akarunk, csak békét. Tehát egyedül az Orbán Viktor, aki Európában tudta rögtön 2015-ben, hogy ennek a bevándorlásnak nagy bajban lesznek az országok, és Európában van kiszúrva, nem az oroszokkal most, mert egész Európa dupla háborút vív. A migrációval is, meg az orosz szankcióval is. Tehát az egész Európa tönkre megy, az oroszok el vannak, a Zelenszky csak dirigál mindenkinek. Én nem is értem azt az embert, hogy nem tudja megköszönni a lengyeleknek, hogy 1 millió embert, ukrán embert ellátnak, megpróbálják, hogy túléljenek, és még mindig ők követelőznek, és mindenkinek képesek összeesni. Nekünk se köszönik meg a humanitárius segítséget. Igen, de ez a Putyin-Merkel, ez annyira egyenlőséggel, hogy a németek sajnos csinálták a 6 millió zsidóval, az oroszok a vörös hadsereggel felszváltottak, ott legalább van, hogy 1-0 javukra. Most, hogy megtámadták Ukrajnát, biztos, hogy nem azért, mert unatkozott a Putyin, és békét akar ő is. Csak már úgy érezte, hogy Amerika már túlzásba viszi, amit csinál. És tárgyalna a békéről, az Ursula von der Leyen az nem akar, se az Zelenszky. Semmit nem akarnak, és az egész Európát tönkreteszik szankciókkal, az Ursula az egész unió terheli ebben az egész eltartásukkal. Nem Németország, minden országba el kell tartani a bevándorlókat. Anyagilag is csődbe jut a tagállam, ő meg fogja magát, és elmegy csak Olaszországba, körülnéz, igen, jön nagyon sok menekült, majd ellátjuk, és mosolyogva küldi a halálba az ukrán embereket. Nem értem, mi van a világban. Egyszerűen megbolondult a világ. Nekem is nagyon sokszor ez az érzésem. Igen. Igen, és a Soros meg már 2008-ban berágott az Orbán Viktorra, mikor fölemelte a minimálbért 24 ezerről 50 ezerre, és egyedül ő látott át rajta, hogy 2004-ben véletlen jött vissza az MSZP, ez a káosz népe volt, mert mindenkinek 2000-ben megszűnt a munkája, ezek elkezdtek mindent eladni, mert ők volt, tehát a hatalom az övék volt, ilyen volt más kormányon, és most őket hibáztatják. Az Orbán Viktor mikor került, ő is megmondta, hogy nem volt ő soha hatalmon, kormányon volt, de hatalmon nem, minden a kezükben volt. És eladtak mindent, tehát rászavaztak az MSZP-re, hogy minden úgy lesz, mint rég, mint a Kádár rendszerben lesz munkánk, munkájunk, de addigra már nem volt semmi. A 4 év alatt mindent eltettek. Hát és most, hogy visszaszereztünk egy csomó mindent, most megint vissza akarják szerezni a hatalmat, hogy újra eladhassák. Úgyhogy hát de most mindent megvettek megint, ugyan. Kezdjük előről, ez egy ördögi kör, hogy jó, akkor azt mondjuk, hogy ne legyen mindig ilyen sokáig valaki kormány. De amikor mindig jót csinál, és a másik rosszat, a Gyurcsánynál volt 1 millió munkanélküli, most van 1 millióval több munkahely. Hogy ott úgy éltek, hogy nem kellett dolgozni, azt csináltak, amit akartak, jól fizettek, 1 évig volt munkanélküli segély. Most már mindenkinek adtak munkát. Már a parkban is
amely megy az ember. Nagyon sok, aki nem akar dolgozni, és elment dolgozni, mert már napi 20 ezeret keresnek, 200 forintos órabérek vannak. Már munka erőhiány van. Hát igen, és most ezzel támad például a Jobbik is, hogy fognak ide jönni a vendégmunkások, igen, az akkumulátorgyárba, ide-oda, amoda, és hogy ez milyen felháborító. Ne is mondja, mert olyan mérges voltam erre a Gyöngyösire, hogy 1 millió ember ment ki. Oké, hát akkor azok is bevándorlók, akik ki mennek oda dolgozni. Hogyha ide jönnek munkavállalók papírral, mindennel, azok migránsok, akik kimennek Magyarországról, azok nem. Tehát a Bona Gábor ugyanez. Annak is most van valaki, aki adna neki pénzt, csak ahhoz kell pár, akkor támogatnák. Sajnos ő is, meg a Pörzse András is sajnos pénzét. A Pörzse Sándor pénzét. Nagyon jól megszedték magukat, azt hitték, hogy örökké tart, rájöttek, hogy nem, és most jönnének vissza. 5 Jobbik van, nem? Mert összeadjuk, már annyi pele szakadtak. Most nem tudom, mit akarnak a Mi Hazánktól is. Annaknak is van éppelegük, de legalább a Novák előtt meg a felesége normális. Tehát az a Dúró-Dóra meg ez a két ember, akiben az egész még valami hihető. Hát igen, időben szálltak ki a Jobbikból, és ők konzekvensen követik azt a retorikát, amit még a Jobbikban is folytattak. Hát igen, ezt nem nagyon tudja a baloldal soha így belátni. De most a lengyelekkel mit akarnak az ukránok? Azt akarják, hogy háború legyen tényleg, hogy most már mindez öt ország... Szavát, ne felejtj, Aranka, csak a tévé most elmegy egy szünetre, de a rádió marad, és folytatjuk. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Paláver. A Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Paláver. A Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. Krózitával. Közben köszöntöm én itt újra a tévénézőket, mert ők is csatlakoznak hozzánk, éppen Gézával beszélgetünk, úgyhogy folytassa Géza csak itt egy kis. Na most én szoktam vásárolni a családban. És meglepően tapasztalom, a múltkor USA krumpli volt a boltban. Hát van kínai fokhagyma is. De kínai fokhagyma is, de USA krumpli. Hát érdekes. Hát valami eszméletlen. A lábnyomokról beszélünk, hogy ne legyen nagy lábnyom. Igen. És akkor USA krumplit látok, és azt, én azt szeretném kérni minden embertől, aki vásárolni jár, csak magyar árut vásároljon. Nézze meg, hogy honnan származik, és csak magyar árut vásároljon. Ecetet, én nem is értem, cseh ecetet vásárolunk. Volt egyébként... Jó, megyünk. Nem olyan régen, én is beszélgettem erről, hogy ugye most a gazdasági versenyhivatal is nemrég előállt azzal, hogy a túlárazás... A minőség milyen? Meg azt is, hogy a túlárazás is okozta például az inflációt, igen. És még azelőtt beszélgettem egy kedves ismerősömmel, aki szintén közgazdász, hogy a lengyel sajt is olcsóbb volt, mint a magyar. És hogy ebből is ki lehetett szűrni, hogy hát nyilván a lengyel sajt utazik egy csomót, mire ideér, és ennek ellenére olcsóbb, akkor hogy van ez? Úgyhogy érdekes dolgok ezek. Én megmondom őszintén, nem szívesen veszek én sem olyan terméket, ami nem magyar, miközben mondjuk Magyarországon is termesztik. De van, hogy az ember nem tudja kikerülni. Tehát volt egy időszak, egy üzletláncnál, amikor tényleg mindig folyamatosan csak kínai fokhagymát lehetett kapni. Őrület, ugye a banán is zölden jön, bár a banán nyilván nem terem meg itt Magyarországon, tehát az valahol logikus. Igen. Hát ezek érdekes dolgok. Hát az logikus, ami nem terem itt meg, hogy azt máshonnan hozzuk. De a krumplit, hagymát, francia hagymát lehet kapni. Hát igen. Azt egy röhely, egyszerűen röhely, borzasztó. Itt Európa éléskamrája. Hát reméljük ezt majd még vissza tudjuk hozni. Na most egy kicsit a pártokról nem sokat, mert én nem akarok annyit beszélni, mint a kedves Aranka az előbb. Az MSZP-nek annyira nincs embere, hogy bejelentették, hogy a Karigeri mögé beállnak. Hát nem egy röhely. De hát én ezt vártam eddig is, tehát ők nem hiszem, hogy akarnak különösebben konfrontálódni. Hát nincs emberük, nincs. Emberük sincs, igen.
Még a, ez egy bevezetett név, ez a karigeri, ez a karógeri, jobban mondom, most már úgy hívják. Én kíváncsi vagyok, a DK mit fog csinálni, mert én szerintem ők azért annyira nincsenek megelégedve Karácsony Gergellyel, még akkor sem, ha feltehetően lehet vele választást nyerni, és ez megint érdekes lesz, hogyha lesz itt előválasztás, meg a Momentum is mit fog csinálni, szóval azért itt lesznek érdekességek. Eszméletlen, eszméletlen. Annyi kérdés lenne, nem akarom tovább folytatni, mert még tudnám reggelig is kérdezni, mert ugye dühös lett falhoz vágna valamit, nem tudom, ilyen. Szóval én azt szeretném még mondani, hogy az emberek ne az újságot ismételjék meg itt a beszélgetésekor, hanem valami önálló ötletet, vagy önálló gondolatokat mondjanak. Nagyon helyes, amit mondanak, nem rossz, de önálló gondolatokat nem nagyon hallok sajnos. Na nem baj, lesz ez még másképp. Zita drága, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon csinos továbbra is, és kész csókom. Köszönöm. Egy öreg úrtól ezt haladja, mert én egy 80-as vagyok. Na, hát fiatal ember, köszönöm szépen. Legközelebb is várom, viszont hallásra. Kész csók. Gyorsan egy SMS. Kedves Zita, sajnos a lengyelek jó későn jöttek rá, hogy Zelenszky nemrég még korunk legnagyobb államférfiának nevezték. Nem látták, milyen terrorista követelőző korrupt népírtó. Ráadásul a saját népét írtja. Neki az a jó, minél tovább tart a háború, annál tovább jön a támogatás. Annál többet lehet lopni. Majd azt nézze meg a világ, ha nemet mondanak neki. Nekik, és az a sok terrorista hős kirajzik a világban igazságot tenni. Sajnos ez várható. A migráns áradat lényege is ez, azok a kirabolt afrikai migránsok is elégtételt akarnak venni a nyugaton, akik most oda mennek. Szegény olaszok is azt hiszik, hogy segíteni fognak nekik, pedig egy magukra hagyták őket, ha csak na, rá kell jönniük, hogy nekik maguknak kell megoldani, csak ehhez bátorság kell, tisztelettel, Erika. Aztán Brüsszel úgy viselkedik, mint annó a Szovjetunió központi bizottsága. Minden politikus szerint a föderáció és Putyin agresszor. Én sokat vagyok gyerekekkel, akiktől meg szoktam kérdezni, miért van konfliktust, és mindig kimerül, hogy a másik visszaütött. Kéne arról is beszélni, a föderáció miért rohanta le az ukránokat. Ti volt egy Minszki Egyetemen, volt egy senki által nem elfogadott autonómiára való szavazás, a többi. Szerintem ebben a játékban nem biztos, hogy ki a hunyó. Írja ezt nekünk Pálma. Valaki szerint pedig langyos a műsorvezetői képességem. Köszönöm ezt is, hát még jó, hogy nem vagyok hideg, csak langyos. Na de hallgassuk meg Máriát. Üdvözlöm, Mária. Üdvözlöm, Zita. Na, hát tényleg nagyon régen beszéltünk már. Hát igaza volt annak az SMS írónak, aki mindent elmondott, az Erika, ha jól emlékszek a nevére. Igen, igen. Tényleg nagyon igaza volt neki, tényleg, hogy ideje, hogy a lengyelek rájöttek arra, hogy milyen is az Ukrajna vezetése gyakorlatilag. Nem csak az Zelenszky, hanem az egész vezetése, hogy milyen. Tényleg csak... Azt nem veszi figyelembe a Zelenszky, vagyis az egész vezérkar, hogy kapták a rengeteg fegyvereket, kapták a humanitárius dolgokat, minden, és akkor még ők pofátlankodnak, hogy feljelentik ezeket az országokat, akik a gabonaszállítást megakadályozzák, hogy nem lehet az országba bejönni. Még ők vannak ezen fölháborodva, amikor nem is az övéké tulajdonképpen. De Zelenszky egy nagyképű, hát nem akarok más mondani, csak azt, hogy egy nagyképű valaki, aki azt hiszi, hogy ő mindent tud, csak követelni tud, de utána meg valahogy az országokat már, hogy mondjam ki ezt a dolgot, hogy lenézi, vagy inkább el akarja taszítani maguktól,
vagy tényleg a veszekedésben vita, és akkor tényleg elfajul a dolog odáig, hogy tényleg valami komolyabb dolog előfordulhat ebből is, hogy tényleg a lengyelek leállították a fegyverszállítást, mert rájöttek az, hogy milyen Ukrajna. Na hát ebbe meg Lengyelországnak is igaza van tulajdonképpen, hogy leállítsa a fegyverszállítást, mert ők is már szerintem unják ezt az egész dolgot, és inkább ők is békét szeretnének, ugyanúgy, mint a mi miniszterelnökünk. Hát meg gondolom, és érzik a zsebükön. Jó. Ez leginkább ez szokott ilyenkor lenni az ok, igen. Hogy... és én valamelyik nap láttam a tévében, híradóban, vagy miben már nem tudom, csak az, hogy a cseheknél is az a töménytelen nép, aki tüntetett Ukrajna ellen, hogy né tovább le akarják mondatni a kormányt, azok is Ukrajna ellen tüntetnek, hogy né tovább. Úgyhogy itt már több országban olyan, aki kezdi kapizsgálni azt, hogy Orbán Viktor mit is akar tulajdonképpen, hogy az mégiscsak jó, amit az Orbán Viktor akar. Na hát, hogy az első kérdésre az, hogy Brüsszel tönkre akar vágni bennünket, hát elképzelhető, de amilyen Orbán Viktor ezt meg Fiató Péter, szerintem ez nagyon meg lesz akadályozva, nagyon remélem, de viszont ez nem csak a Brüsszel, hanem van benne két ország, Németország és a Franciaország, akik minden áron el akarják törülni a vétójogot, hogy még véletlen se próbáljon Magyarország vétózni. Igen, ez a minőségi többséget akarnak, hogy ne kelljen mindenkinek. Na, de akkor, mikor abban az év tavaly volt itt, azt hiszem, Macron. Na, ide jön hízelögni, kényelmesen beszélget, erről, arról, minden, és utána hátba döfi Magyarországot. Hát komolyan mondom, én nem tudom, hogy mit képzelett a Macron és magáról meg a németek, és azelőtt mennyi mindent segített Magyarország Németországnak, és hogy a berlini falat leomlatták, hogy ne kelljen neki körülkerülni minden. Akkor jobb volt Magyarország? Hát én arra is kíváncsi lennék, hogyha nem Ukrajna és Oroszország között lenne a háború, hanem más ország, mondjuk tegyük fel Magyarország és egy másik ország között, akkor is így összefogná a nyugat, illetve Ukrajna segítene bárkit, aki egyébként háborúban van. Mert nem az volt eddig róluk, tehát nem emlékszem ilyenekre, hogy hatalmas összegekkel támogatott volna Ukrajna bárkit egy háborús helyzetben, vagy humanitárius segítségben, vagy valami, tehát hogy ők most úgy vannak vele, hogy hát mi itt tartunk az életben, nekünk most segítség kell, hát mindenki nyilván nyissa ki a pénztárcáját, de vajon ők ezt megtennék-e fordítva? Az vita, az rendben van, hogy nekik segítség kell, de nem mindegy, hogy milyen áron, hogy megkapja, amit kér, a rengeteg pénzeket, minden, és követel, de köszönni nem köszönnek semmit, és ez a tomorú benne az egészben, hogy ilyenkor, mikor nem az van, amit ő akar, akkor meg viszont perelni akarja a tényleg, akik barátok voltak, mert Lengyelország is tulajdonképpen az volt, mert például, mikor a rakéta becsapódott Lengyelországba, ott a két halott volt, és akkor rögtön az, hogy az orosz rakéta volt, csapódott be, holott az ukrajnaié volt. Akkor nem volt belőle semmi, szépen elsimították minden, jó barátság minden. Most meg hú, nagy hatatáré, hogy beperlik Lengyelországot, mert hát nem engedi el a gabonaszállítmányt. De ugyanúgy van Magyarországgal, és hogy ugyanúgy, hogy az kárpátaljai magyarságot, és mit csinálnak velük, nem engedik magyarul beszélni, ukránul kell beszélni, minden, csak éppen, hogy nem eltörlik a földszínéről a kárpátaljai magyarokat. Hát ez egy fölháborító dolog a Zelenszky részéről, meg a Klitschko részéről is, hogy tényleg a kisebbséget semmiben nem nézik.
hogy akarnak ezek az unióba menni, akkor, hogyha ekkora korrupcióban, és akkor azt mondja Ursula is, meg a többi vezérkar ott fent, hogy Ukrajna nagyot tett, nagy lépést tett az unióhoz való kapcsolódáshoz. Nagyot lépett a jogállamisággal kapcsolatban. Könyörgöm, hol van itt, hol van Ukrajnában a jogállamiság és a demokrácia? Mikor ekkora korrupció náluk, hogy én azt hiszem más országban én csak a korrupció, mint ő náluk. Hát meg gondolom, az se tetszik nekik, hogy most sakba lehet őket egy kicsit tartani magyar részről a kárpátai magyarok miatt, tehát nem kérések vannak, hanem feltételek. De mégse javul a helyzet. Hát azért, mert a háborúnak is azért nincsen vége, mert ők képtelenek kompromisszumokat kötni. Ők csak követelni képesek. Hát ő megmondta, hogy ő Putyinnal nem ül le tárgyalni. Csak könyörgöm, az a mindennapos 10-től felfelé jövő emberek, akkor ki van még Ukrajnába tulajdonképpen? Mit akar? Az, hogy minden ember meghaljon, elpusztuljon? Vagy én nem is tudom. Milyen lelki világa van ennek a Zelenszkinek? Sötét. Hát, szeretnék belelátni az agyába neki, mert tényleg egy mocskos, az, hogy egy országot csak úgy hát bántani minden jogtalanul, hát ez tényleg minden felett. Na, tovább mennék az utolsó kérdésre már most. Uh-huh. Az, hogy ez az emberke jó, az, hogy rengeteg adóssága volt neki. Azt a rengeteg adósságot nem így kellett volna megoldani, mert ha ő úgy gondolta, hogy nem bír megbirkózni ezzel a dologgal, hogy őnek ennyi adóssága van. Ha már ő úgy gondolta, hogy ő meg akar halni, akkor miért nem csak magával csinálta? Miért kellett annyi embert odavonzani? Igen, bekeríteni, hogy ennyi ember megsebesült, életveszélyben vannak minden. Miért kellett ezt neki a többit? Azok a szerencsétlenek, tekesek, minden nem tehettek róla, hogy ő neki akkora adóssága volt, és senki nem mondta neki, hogy csináljon akkora adósságot. Hát én ezért gondolom, hogy valószínűleg azért volt neki valami mentális problémája, mert én is azt gondolom, hogy egy tiszta elmélyű ember, ha el is borul, de azért nem ránt magával a halálba másokat. Azért nem csinál ilyesmit. Ez így van. Igen, itt az egyik SMS-ező írja is, hogy hatalmas tartozás, a hitel nagyon alaposan ki kell számoltatni, és ha nem olyanra kell, mint ami pénzt hoz, azokra a dolgokra spórolni kell. Rengeteg ember vesz fel kölcsönt halasztható dolgokra, és amikor csődbe megy, úgy találja, hogy a körülmények áldozatává vált. Nekem, amire nem tudom megkeresni az árát, olyanom nem is lesz. Ezt írta nekünk Tibi, és hát ebben tulajdonképpen teljesen igaza van. Nem ez a probléma megoldás, hogy akkor felgyújtom a házam, vagy felrobbantom. Hát valahogy ez a közmondás élik ide, hogy addig nyújtózkodjál még a takaródére. Igen. Erre csak ez a magyarázat van, én szerintem. Köszönöm hát szépen, hogy meghallgatok. Mária, köszönöm, hogy itt volt. Viszonthálásra. Én is, hogy láthattam, beszélhettem. Viszonthálásra. Na nézzünk gyorsan még egy-két SMS-t. Dúró Dóra, hogy normális, hát vigyázat, mert nem, mert nagyon veszélyes Nagykemény Géza, Erdély Marosvécsről írja ezt nekem. Igen, de következetes a kommunikációjában, valószínűleg ezért veszélyes, mert mindig ugyanazt mondja. Már az én le kellett volna lőni egy pár migránst a kerítésről, és már nem jönnének. Elterjedt volna, arra ne menjetek, ott lőnek, ezért a Fészről 16-ban letiltottak, pedig igazán volt, sajnos már késő, az elején kellett volna, írja ezt Péter. Hát én ettől elhatárolódom, mert semmilyen ilyen agressziónak nem vagyok a híve. Nem hiszem, hogy vérontással kell ezt megoldani, szerintem mással. Na, de nem szaporítom a szót, mert itt van már Eper Marci, a Radar műsorvezetője. Mi a mai repertoár, Marci? Szia Zita, adásunkban lesznek robotok, ugyanis műtét közben az operáló sebész a műtőasztaltól elkülönülve egy konzolban ül. Bizony ez már a valóság, ugyanis a robotasszisztált beavatkozások így zajlanak. Nincs ez másként az Országos Onkológiai Intézet Melkas sebészetén sem, ahol megkezdődtek a legújabb robottal való operációk.
De bemutatjuk a katasztrófa védelem munkatársainak egy gyakorlatát is, amelyben a tűzoltók egyebek mellett bemutattak egy mentést is veszélyes gázzal telített helyiségből. Természetesen foglalkozunk mi is, ahogy ti is, azzal, hogy Esztergomban egy zavart férfi szándékosan gázrobbanást idézett elő. A háború legfontosabb eseményeit is összefoglaljuk. Valamint téma lesz, hogy egy kis vidámabb témánk is legyen, a szarvasgomba is, amely ritka és értékes csemegének számít a gasztronómiai különlegességek világában. Úgyhogy, ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Köszönjük, hát érdekes lesz a mai repertoár is, úgyhogy érdemes titeket nézni. És akkor én még egy-két SMS-t itt felolvasnék. A gabona ügyben mindenki csak a behozatali tilalomról beszél. Ha megengedjük a tranzitszállítást, ugyanúgy elárasztják hagyományos piacainkat. A megoldás az volna, ha már a beengedett és az ezután feladni kívánt ukrán terményeket leszállítanánk az eredeti célterületre, Afrikába. No, ennek a logisztikai költségeihez járulhat hozzá az EU a fegyverszállítások helyett. Aztán az ukrán vezetékes olaj tranzitdíj emelés analógiáján érdemes lenne átgondolni, hogy legalább arányosan, vagy akár aránytalanul is meg kellene emelni minden olyan ukrán áru tranzitdíját, ami hazánkon keresztül áramlik bármilyen célország felé. A lengyelek már biztosan nem tiltakoznának. Igen, egyébként ez lehet, hogy egy jó ötlet lenne, hát ki meglátjuk, hogy meg fogja-e majd ezt fontolni a kormány. Aztán 11.354 forintos gázszámlát kaptam, 19 köbméter fogyasztásra, pedig csak a felét fogyasztottam el az átlagnak, nagy a háborgás. Hát akkor tessék fordulni a gázszolgáltatóhoz, mert itt mi a palaverben ebben nem hiszem, hogy fogunk tudni most segíteni. Tisztelt Palávar, azért veszem a bátorságot, hogy írjak önöknek, és egyben azt is szeretném elmondani, miért nézhetetlen számomra a műsoruk. Na, ezt akkor majd később elolvassuk, mert nem hiszem, hogy ez sok mindenkit érdekel. Aztán Martonhegyi levelek, kedves jó Zita, végre kezd megjönni, visszajönni a kengyel testvérek esze. Így kell reagálni a minősíthetetlen, pofátlan ukrán vezetés viselkedésére, írja ezt nekünk Tamás és Panni. Aztán tisztelt Zita, amikor felfegyverkezve törnek hazánkra is a védőkre, jogunk van minden eszközzel a hazavédelmére kelni, ezt Irma írja. Na és akkor lezárnám a szavazás. Megtévesztette az OTP-t Karácsony Gergely mozgalma az adományok eredetével kapcsolatban? Ez volt a mai kérdésünk, és eddig jó sok szavazat érkezett, de hát úgy látom, hogy nem sikerült itt senkit meggyőzni a nemről, ugyanis 97% szavazott arra, hogy igen, tehát megtévesztette, és 3% voksolt arra, hogy nem. Na hát ezek után itt a szavazásnak vége, de holnap is fogunk majd egy jó szavazással jönni. Én a kedves TSZB nézőktől ezúttal elbúcsúzom, de aki teheti, azt tartson velünk, ugyanis a Hír FM-en folytatjuk a palávert. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Dühös. Falhoz vágna valamit. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palávert. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával.